így fogunk aludni. Sziasztok, én Zonda vagyok, és itt van velem Q. Sziasztok! És itt is lennék a tenger közepén, mert ez nem más, mint a raft mechanik. Igen, bizony, most belevágunk egy teljesen új kalandba igazából, amit még sosem próbáltam ki, meg szerintem még a Q sem játszott ezzel, úgyhogy ez eléggé újdonság lesz számunkra. Az előző Scrapmonic Survival-del kapcsolatban annyit, hogy még nem döntöttük el, mi lesz annak a sorsa, vagy hogy hogyan folytassuk tovább. Nem azt jelenti, hogy ezt végleg abba hagytuk, hanem azt, hogy elkezdjük közben ezt is, nem de? Dehogy nem. Úgyhogy akkor És szerintem kezdjük is el. Nem tudom, mit még csináljunk. Annyi, hogy a raftot próbáltam, a rendes játékot, ezt nem úgy, hogy valamennyi elképzelésem van, hogy milyen lesz. Nekem is csak így minimális. Például, hogy össze kell szedni itt a dolgokat a tengerről. De ide is ide fognak sodródni amúgy, vagy ezek így egy helyben vannak? Szerintem egy helyben vannak, és nekünk kéne menni. Mert a raftban oda sodródnak hozzád. De akkor kéne valami, amivel oda mehetünk, vagy amivel oda húzhatjuk magunkhoz. Kalapács? Nincs. Ó, itt is lenne a craftbot. Hát igen, ez nem olyan, mint a miénk. Ó, ebbe van kalapács? Fishing rod van. Wooden hammer. Na akkor kell műanyag. És fa. És le vannak lokkolva itt dolgok. Na mindegy. Jó, és honnan szerzünk mi? Hát... hát, úszunk egyet, aztán okay. Vissza a rafthoz. Akár kéne egy kampó, vagy fishing rod, vagy valami, amivel össze lehet ezeket szedni. Találtam... vizet talán? Igen, ez víz. Csak kicsit furcsa nézett ki a textúrája. Én is találtam vizet, benne úszok. Eléggé szét van szemetelve ez a tenger, nem nagyon figyelnek a tisztaságára. Meg itt is van amúgy némi fa. Nem tudom, hogy ezekből mennyire érdemes kilopni a cuccot. Tutajból. Szerintem nem nagyon kéne. Hát igen, a tutaj az kéne nekünk. Nagy valószínűséggel itt nem fog jönni cápa. Vagyis remélem, hát, mert eddig még nem jött. El ne kiabáld. Hát lehet, hogy most még nem jön, de majd később még jöhet. Ne jöjjön. Oké, mi a legfontosabb nekünk? Pulling hook. Ú, nem ez kéne? Nem is a fishing rod kell. Én először majd izét fogok csinálni, kis kalapácsot, hogy tudjam verni a tutajt magunk alatt, aztán úgy fogunk menni. Én addig kéne még plasztik, és akkor pulling hookot tudunk csinálni. Mindjárt jövök, van nálam 42. Ó, oké, megvárlak. Közben meg bocsánat, hogyha néha orrhangom lesz, de hát kicsit kínoz engem az allergia, de nem baj. Oda néz, hogy szeletelek. Mindjárt na, megérkezek. Gyere, gyere. Jump. Elsőre. Itt hova dobjuk ki a cuccokat? Így. Nem, ez túl sok. Így, tessék. Oké, tehát akkor a húkot lekraftolhatom? Mhm. Én meg csinálok magamnak egy hammert. Oké, készül. A hammer az a funk evezni? Aha. Akkor te leszel az evező, én pedig a húk kapitány. Te meg majd kiabálod, hogy merre evezzek. Igen. Hé, hey, matróz! Dolgozzá! Nem, mert még nincsen evező. Meg még room sincsen, hogy kalózok legyünk. De tényleg lehetnék kalózok, kifosztjuk az egész világot. Addig nem hagyjuk abba a játékot, amíg nem veszünk fel minden kis fadarabot, igen. Ami úszker áll. Te neved az lesz, hogy kulóz. Nem, én leszek a kapitány. Azta! Ez tök vicces az ágy, nézd. Bang. Ne, várjál! Most elrontottam. Na most. Jump! Nyum. Már is van egy katapultunk. Tök vicces, minden reggel úgy ki kell állni, hogy kipattansz az ágyból. No. Na. Ó, kis. Hoppá. New recipe unlocked. Egy csomó. Oh yeah. Oda néz, hogy megy. De rossz. Elég csak csapkodni az asztalt és mész. Nem az asztalt, ütöm a padlót. Merre menjünk amúgy? Arra néz, ott sok a szemét. Okay. Vagyis nem szemét, hanem a hasznos dolog. Ó, oda néz. Ó, és hogy húzza? Na, várj, bár mondjuk bement a hajó alá egy kicsit. Nem baj, felszedjük. Csak nagy véletlenül a tutajt és most szét. Itt hagyjuk Zondát. Hé, hey, ezt úgy hívják, hogy mi a mutiny magyarul? Vagy zendülés, zendülés, ezt használtak főleg a kalózok. Zendülő. Oh, megállok. Tök jó, úgyhogy nem kell egyesével bevonzani, hanem így nagyjából csoportosan hozzá. Pareát húz. Igen. Stonks, mit építsünk? Mehetünk, kapitán. Mehetünk. Kulóz. Van grillsütő fürdőkádból, van még egy ágy, ami nem kell.
Water Purifier. Ja tényleg, hát mi nekünk ennünk is kéne majd valamit. Ó, igen, enni meg inni. Raft Leaf Roof Outer Corner. Mi? Esni is fog. Ó, menő. Ja, amúgy menőn hangzik, csak kicsit para. Még nem láttam esőt a Scrap Manic-ban. De és amúgy, akkor meg amúgy mi van, ha ránk esik az eső, tehát akkor meg még jobban fog szomjazni, vagy éhezni? Vagy miért kell nekünk tetőt építeni? Nem hiszem, ha eső az nem lesz sós. Nem hiszem, hogy lesz abból baj, hogyha elázunk egy kicsit. Ez oda néz, ilyen... ott van valami nagy. Aha, az egy hordó lesz. Oda megyek, ezt leparkolok elé. Nem kell, idehozom én. Na és oda erre minden mást idehozok. Berántod alá. Vagy a hordót nem lehet ide húzni? Nem létezik. Szerintem ide lehet, csak pont misszelted. Ebben a hordóban volt benne? Fa. Szánség meg víz. Ó, ja, itt volt szánség, azt főszedem. Ellopom magamnak, meg a budipapírt. Oké, nálam is van szánség. Már megy le a nap. Kezdődik. Várjál, nem, itt ugye tudod, hogy korom sötét lesz, mert nincsen semmilyen fényforrásunk. Nem lehet építeni hát majd alszunk. Torcsot. Nem, alszunk, az reggel lesz. De akkor is azért jó hangulatú lenne az egész kis kuckonk, hogyha ki lenne világítva. Ja, de várjál, tényleg ez nem raft itt, nem biztos, hogy alszunk, az reggel lesz. Ez raft mechanik. Majd kiderül. Menjünk, megnézzük a szigetet? Megnézhetjük, igen. És szólj, hogyha unod az evezést. Nem adom oda a evezőt, én okay. Evezőm. De akkor engem csapkodj el. Ne állj be elém. Jó, én addig pihenek. Az a baj, ütöm, aztán pörög a raft. Én alszok, te dolgozol. Szerintem, hogy most tökéletes egyensúlyban van a munka megosztás. Téged el tudlak evezni? Evezni nem, csak eldobni. Hú, baj van. Eleveztem magamat. Haha. Karma. Na várj, addig begyűjtöm azokat a benyákat is. Ez csak egy zátony lesz szerintem, itt nincsen semmi, de megnézhetjük. De hogy nem, én már most látom, mi van itt, egy hordó. Várjunk csak, ezeket a sima vizeket nem lehet meginni. Mert ez akkor sós víz, mi? Sima water. És akkor mik ezek a vizes palackok itt, ezek meg az ivóvizek? Csak ilyen ne halljunk arra, majd figyeljünk oda, hogy valami kajaforrást azt kéne szerezni. Mondjuk nem nagyon éhezünk itt, szerintem megoldották a... rafmechanikusok, hogy ne kelljen itt állandóan enni. Mi az? Hogy kéne ízét csinálni? Scrap metalt. Vagy ahhoz lehet robot kell. Tudja, hogy robot kell. Lehet horgászbotot csinálni. Sima vasból is lehet amúgy. Visszakraftolni. De nincsen sima vasunk. Hát nincs. És még nem is tudok kraftolni semmi alatt, ami... be lehetne ültetni kaját. Megnézek valamit. A vas az nehéz, az általában lesüllyed. Hát ha van itt eldúva lenn. Vagy lesznek romok. Olaj ez van, szokás szerint. Meg kagyló is. Ó, itt van Eduard. Mi a izé, a Eduardot. A Globag? Ó, oh, yes, a Globag. Végre fényforrás. Rátesszük a ágy tetejére. Aranyos. Oh, yeah. De tudom húkolni vajon? Á, nem. Szerintem amúgy kettőt ütök a izén, azt elhagytuk. Vagy te kiugrasz a ágyból, azt elhagytuk. Várjál. Úgy. Na így. Jó éjszakát. Kösz. De itt legalább nem leszünk hamar éhesek, legalábbis ahogy látom. Nagyon lassan megy le. Azért, mert nem szaladunk fönn vagy a rafton. Igen. Szóval hogy Q-val azon gondolkoztunk, hogy kéne egy tornyot építeni. Mert milyen vicces már, hogy torony lesz ennek a tetején. Toronyra. Mert hát ez a játékmód egyértelműen arról szól, hogy ne telepedjünk le, hanem folyamatosan mozgásban legyünk. Hát, de amúgy itt nem rejtettek el easter egg-eket? Mert azt tudom, hogy a izék nem nagyon, az eredeti axolotosok. Azok, hogy nem nagyon voltak az easter egg-eknek a izéi. Úgy átnavigáltam. Mester kapitány. Ja nem kapitány, mester vezető. Vezető kapitány nem ugyanaz? Mester matróz. Mert itt most te vagy a kapitány. Nem lopom el a title-ödet. Hát ne is. Since you need to find a way to make it drinkable, purify. Jaj, random kis reklámokat dob elém. Ó, oh, nem, itt nincs semmi ennek a legtetején. Meg a többi zátony tetején sincs.
De ott van egy sziget, meg ott is. Arra emeltünk. A víz alatt nagyon nincsen semmi. Kagylók voltak. Megint kiütöttem magam a lóraftot. Na azért ennyi erősök nem kell lenni, uram. Visszafogom a lóerőket. Merre menjünk? Van ott egy szájló, meg a túloldalon még sziklák. Meg itt van még egy csomó cucc. Ó, akkor elmegyünk. Hogy ütöttelek meg kétszer, ha alá célozta? Próbálom azokat bevonzani, ha nem csapkodnál. Ó, közben amúgy látom, vannak küldetések is. Hát itt nem custom küldetések vannak, mint az előző Survivalben. Megtalálnék új összes majd itt is lehet. Majd itt is. Set waypoint, arra kéne menni. Search the outpost. Reach the outpost. Akkor menjünk arra fele. Mehetünk arra. Aha. De nekem itt out host van ideírva, mert a P betűnek le van vágva a P része, de nem baj. Outhost. Várj, hordó. Perhaps food. Nem. Nem baj, még van szárségük, úgyhogy nem fogunk ilyen halni. Vigyázz! Menjél. Itt a robot. Mire? Gyere ide! Úgy, menjél robot fele. Robot szápa. Hogy fut? Nem fog visszajönni? No, de hogy nem. Kellett volna a scrap metal. Ez olyan, mint a Hoglin baby, hogy... izé, megütöd, elszorod, aztán visszacsíp. Hát, akkor már szomorú vagyok, van cápa. Nem is akármilyen robot cápa, amúgy azt tetszik, hogy ebben újítottak. És ugyanolyan hangja van, akkor megütöd, mint a töltebotnak, úgyhogy szerintem amúgy nem kell nagyon félni tőle. Kb. Olyan kaliberű lehet, mint a töltebot. Tölte cápa. Akkor majd jön a izé, a héjbot cápa, meg majd a farmbot cápa. A hétcápától én nem félnék, a farmcápától nagyon. Fú, ugye nem lesz tépcápa, ami explózívot fog lőni ránk. Explózív tépcápa. Amúgy a farmbot azt tudja, hogy valami polip kialakítású lesz. Oké, azért szépen lassan grindolunk, van már 143 plastik blokkom. Várj, miből csinálunk még tartályt, hogy tudjunk még tovább lebegni. Plastik meg fa, azt hiszem. Nem is találom egyelőre. Valahol fent van ilyen kék. Ja, hogy ezek itt így egybe vannak? Hallottam ám, szétcsaptad szerencsétlen izét, Eduardót. Szegény Eduard, tüsszentettem akkorát, hogy leküldtem a izérő. Várj, keresek még egyet itt. Szegény Eduard. Itt lesz is, itt van is egy barlang. Számolni kéne a neveket, hogy hányat fogsz lecsapni. Akkor ez amúgy már harmadik. Mi harmadik? Igen. Mi volt még egy, amit... Egy Eduard. A első Eduardot már elhagytuk, ő a második volt, akit most ütöttem le. Na. Igen. Hát szerintem gondolkoztam, hogy szóljak-e. Észre se vettem. Ó, nekem már írja, hogy a hunger kéne horgászbot. Majd itt szerzünk izét. Okay. Scrap metalt. És a nyers, itt hogy fogod a halakat így? Meg kell sütni? Nem tudom, szerintem tudja, hogy kell izé valami grill. Miért nem lehet nyersen enni, hogy sashimi legyen? Nem gondolnak a japánokra? Ahhoz izé is kelleni fog majd. Kukorica? Nem tudom, hogy azt itt meg lehet enni ebben a játékmódban. Random szaladok, leesik elém a héjbot, láttad? Látom, de ajaj. Én nem tudom megütni. Yes. Ja? Pedig hogy ott hagytam neked? Kösz, nem nincs ekkora pála. Ajaj, megint hébot. Akkor azt még leverem azt utána. Nem, nyugodtan legyél te a kalapáló, men. A tor. Mennyi kell ebbe? Ajaj. Baj van. Ne adod a kalapácsot, hanem majd craftoljunk még egyet. Lehet, hogy azzal többre mennénk. De ebbe mennyit beleütöttem már? Ez nem tetszik. Itt van. Ja, mögötted. Na úgy. Hunger, oké, majd forgászunk. Itt vigyázni kell, itt egy kicsit combosabb a héjbot. Itt találtam egy... Arra, itt van víz. Chestomben nincsen semmi. Ó, ide kell elem. Ezeket felszedem. Ó, várjál, a elem az ugyanott lesz, mint a rendes játékba. Igen. Itt van ezekbe a izé csőházakba. Oké, akkor... Get it.
Á, és nem tudlak idehozni. Ez az a mi földi szállásunk? És akkor e körül fogunk keringeni? Aha. Gyere, hoztam neked valamit. Battery! Na, akkor ezt most fogjuk és betesszük. És itt mit tudunk csinálni? Új, tudunk ilyeneket craftolni, itt pedig tudunk ilyeneket craftolni. Tudunk na itt tudunk workbench-et csinálni, bár szerintem egy olyan elég az egy, nem? Igen. Circuit board az még nálam nincsen. Majd visszatérünk ide, amikor tudunk valami hasznosat is csinálni. Na addig én most craftolok egy kalapácsot, mert úgy látom ez elengedhetetlen, hogy legyen. Igen, a haybot az combos. Az nem jó, hogy állandóan csak futok. De van ex is. Megette a gombócot a haybot. Ezzel lehet izélni. Ez egy nem vicces. Az óceán fenekén is lehet követ zúzni pickaxe-szel. Menő. Van nálad scrap metal? 40, mennyi kell? Bőven elég. Elég, ha van egy fishing rodunk, ahhoz pedig 5 kell. Akkor adok 5-öt. Viszont találtam én ilyeneket is. Mondom, nem ilyeneket, hanem... ilyeneket. Hová rakjam mondjuk úgy? Készen van a fishing rod. Object is busy. Tehát még elmozdítani sem lehet. Majd ide rakom egy kicsit kívülre. Legyen több helyünk itt futkorászni. Addig akár szelhetjük is a habokat. Oké, szeljük a habokat. Ó, várjál, írja a új küldetést. Read antenna status log. Azt hol? Megnyomod a L-t. Ja. Aztán mondd el, hogy mit ír. Már most már azt írja, hogy build a craft bot. Ó, akkor főszedjük ezt a hordót, azt megfordul. Hogy meg... mi az... Haybotok azok megtámadták ezt az antennát és tönkre is tették. Valami meg a vállalatnak a tulajdonában volt, aztán valami nagyon elfajult. Hát az látszik. Itt valamit nagyon elcsesztek a robotokkal. Azt nézem, hogy... Radio antenna, water purifier. Hát azt még nem tudunk craftolni, mert kéne hozzá két veder. Vár, a vederhez mi kell? Vödör? Ja, műanyag, akkor gondolom. Tudunk csinálni water purifier-t. Várj, hát akkor... Easy. Így, meg kell hozzá két vödör. Kellene majd a te scrap metaljaid. Na, leteszem őket. Fishing rod. Ó, micsoda horgászbotja van a fiúnak. Már csak 10 scrap metal van, úgyhogy nem tudom mennyi kell. Ó, jön. Jön, igen. Elkapta. Nem, még kapta. Nem, csak beleharapott. Még csak kóstolgatja. Csak kóstolgatja. Nem ízlik neki. Tedd fel a Scooby snacket. Na most. Akkor így nagyon elkapja és kiad egy ilyen... izé... hangot. Ura hangot. Tessék itt a hal... Tőtebot hangot. Nice. Hogy esszük meg. Várj, csak mindjárt megpróbálom megenni. Meg lehet enni. Meg lehet enni. Nyersen? Nyersen. Szerintem ha megsütjük, csak több izét ad. Mert van izé grill. Akkor biztos, hogy többet fog adni. Sőt, lehet, hogy a HP-kat is leviszi, hogyha... csak így nyersen megesszük, nem tudom. Tényleg, hogyha ketten csapkodjuk, akkor nem megyünk gyorsabban? Ó, dehogy nem. Két lóerős. Két lóerő. Várj, ez így nem jó. Kanyarodunk. Fordul. Forgunk össze-vissza. Ó. Jobb lenne, ha nem oda tennéd alatt. Ne, szegény halacska, kifogtuk, aztán elcsaptuk. Lecsaptam. Volt, ha megtartom nincs, magamnál, ott nem fogod lecsapni. Ez készülj fel, mert a robotoknak sok a élete. Oké. Okay. Hova lett a izém? Spearem. Craftoltam egy spear-t. Elloptad a spearemet. Nincsen benne ott a craftbotban? Nincs. Én nem loptam el, hogy várjál csak. Ó, de itt van ez a WC pumpa. Igen. Várj, nem tudom letenni. Kidobom, tessék. Úgy, ott van jó. A víz alatt. Nem tudom fölvenni, útban van a hajó. Ó, yeah, robotböködő. Na nézzük, ez jobb-e, mint a kalapács. Itt egy robot. Gyere.
Gyere. Gyere. Aha, igen, jobb, sokkal jobb. Sokkal jobb. Akkor te vagy a bökül, te menj előre. Én megyek hátul supportnak. Én megyek előre, ha én hangom mélyebb. De az úgy tök jó, hogy különböző fegyvereket is lehet ilyen craftolni. Kettő halott jövök basszus, felé. Azért ez tényleg... Nem maradt sok HP-n. Leverted, jó. Nem maradt sok HP-n viszont. Iszok egy szánséget, hogy jobban legyek. Battery. Ó, inventory-t rendezek. Component kit. Egyes böködő, kettes kalapács, kemikália, víz. Ajjaj, még egy helyi bot. Tessék. Jövök. Te vagy a bökőmen. Mutasd a tested. Mutasd a tested. És beleszúrod. Amúgy a reach-e sokkal nagyobb ennek. Sokkal igen, messzebbről lehet őket böködni. Kevesebb a valószínűsége, hogy megcsap téged. Na jó, hát itt szerintem ennyi volt. Kis festék. Én nem tudom főszedni. Na. Megtaláltam trágyát. Trágyát. Jó, franciásan. A trágya. Hol van a raftunk már megint? Remélem, hogy ráütethetjük a raftra. Valahol. Valahol a sziget mellett megvan. Nem merek leugrani. Tudok ilyet? Ujjjj, plocs. Meghaltál? Nem. Na, akkor össze kéne gyűjteni. Figyelj, nálam van ennyi vas. Nem hiszem, hogy az elég lesz. Egy szántséknyi vas. Ennyi. Sok. Ott van mellett, ott van mellett. Vagy mi van, hogyha a spearre megyek? Nem tudom, de... Lök. És így lyukat fursz a tutajba és elsüllyedünk. Mondjuk nem, mintha itt nem lenne elég lyuk, de nem baj. Azt a vasat azért raktam oda, hogy felszed és próbálj meg craftolni, légy szíves egy... egy water purifier-t. Water, hon van a water? Megvan. Két vödör, hiányzik két vödör. Már is rakom egy, és kettő. Egy vödör, két vödör. Hú, itt mennyi szemét, na várja már, hadd horgászak egy kicsit itt. De menjünk egy kicsit beközéljük így. Érvörös az összes műanyag egyébként. Ami hajóroncs? Mm, mert a raftba is izé ilyen vöröses színe volt. Ja, na ez már nincsen meg nekem például. Mehetünk játszani a sima raftot is. Hát, csak a párhuzamosan menne a kettő sorozat. Igen. Vagy minden páros része izé sima raft. Nézzük meg, pedig már végén nem tudnák eldönteni, hogy most éppen melyiket nézik. Van egy jó hírem, uram. Water purifier ready. Ó, big. És hogy purifyolja a water-t? Mere, clean water. Ezt. Mi? Miért kell hozzá fa? Várjál, miért van azt, hogy az egyik az vödrös, a másik pedig 22 gallon. Azért, mert a egyik az izé vödörrel kimered a tengerből, hát a másik nem... pedig már itt a ilyen. Jesus! Mi az? Megtámadott a cápa, azt eltűnt. Mi a fene? De ilyen jumpscare volt, így jött felém, azt eltűnt. És megnézem egészen közelről a halat, hogy jön. Kóstolgatni a horgot. Ilyen közel vajon jön? Ne, ne ugorj be a vízből, akkor elmegy. Vagy nem megy el? De így nem jön ide, várjál. Pedig meg akartam nézni közelről. Nem, szerintem na, minél messzebb dobom, annál jobb. Na nézzük. Igen. Látod? És hogyha beleugrok a vízbe? És úszok közelebb. Na, erre kíváncsi leszek. Megpróbálom lebökni spearre. Ha le tudod bökni egyáltalán. Le tudod bökni? Nem. Csak egy izé hitbox nélküli hal az egész, nem? Igen, pedig milyen menő lett volna. Hoppá, itt van egy... Itt egy kapszula. Ó.
Ó, itt vannak ilyen eldőlt kapszulák. Igen, most benne vagyok az egyikben. Ú, de jó, Component ez így oldalról. Hú, ebbe be lehet menni. Mi ez a krát? Jesus. Itt voltam az előbb bent, a víz alatt. Jó nagy kráter, mi? Én csak fönt ilyen normális izébe voltam. Hát abban már én is voltam oda, ott nem volt semmi. Tényleg, várjál csak! Hadd próbáljuk már ki valamit. Jó, itt vagyok a vízbe. Hát mellé ment. Nem azt akarom. Jön, jön. Igen. És rögtön. Ó, itt van egy láda. Várjunk csak. Tudtam én, hogy van itt szikret. Miért csak 3 hal van nálam? Nem is lehet egyszerűen nálam több? Addig is 3 nem hal Nem csak 3 volt nálad? Nem. De 3 volt akkor nálam horgászás előtt is, és most horgászás után is csak 3 van. Nézd, mi van itt. Mi? Várjál, ne nézd, küdöm. Tényleg tud úszni? Plocs. Na erre várjál, most hadd nézzem már meg, hogy megfullad, vagy mit csinál? Kepeszt. Úszik. Milyen drámai volt. Vere, úszó? Eltűnik. Aha, tud úszni. Van úszó mozgás. Tehát nem olyan, mintha a földön sétálna. Na mindegy, úgy tűnik, hogy egyszer csak 3 hal lehet nálam. Mehetünk Raiden ízét egyből. Fal... Mi az? Warehouse-t. Ja, csak az a probléma, hogy tudod, hogyha csak 3 halat tarthatsz magadnál, akkor olyan messzire nem mehetsz. Dehogy nem, a vízen vagyunk mindig. Hát jó, de érted, tehát nem vihetsz magaddal a egy sült halat. Csak tudod izé stackelni. Ja, hogy már készen van. És itt is kraftolni kell a hússzeleteket. Milyen giga a hal? Ja, ezért az, hogy csak 3 fér el nálam. Clean water. Igyunk clean water-t. Végre vizet is lehet inni ebben a játékban, és nem csak izé tejet. Gyere, így fogunk aludni. Egymás mellett. Milyen romantikus. Jézusom. Ez nagyon cursed. Mert az, hogy én alszok, az nem, de hogy te. Benne van a fejed a párnában. Amúgy ez tök jó, hogy néz ki, mintha valami kanapé lenne. Nem? Addig, amíg be nem fekszek. Hát utána pedig már nem tudom, milyen megszállt a téged a démon. Na, mennyi hangert ad a hal? Leszed, le tudom rakni. Tessék, itt van. Oh yeah. Én nézzem meg, te nézd meg. Nem valami sokat. Vizet ugye egyáltalán nem boostol. Vízszintet. Kaját pedig így... Nagyon nem rossz. Mondjuk ugye nem rossz. Kell fa, aztán tudok csinálni ízét. Krumpli ültetőt. Ja, és a krumplit aztán is tudjuk fogyasztani? Nem hiszem. Szerintem... Szerintem nem. Így magában nem, de hát akkor nem krumplit fogunk ültetni, hanem eret. Scrap field, vagy big field. Big field kéne, nem? Várjál, most nem tudom. Horgászok. Ú, de ahhoz 40 sima fa kell. Mi? Hogy lehet menőfát csinálni? Menőfából tudok scrap woodot csinálni, de fordítva nem. Hallod? Ez mi az Isten? Mi? Mit fogtál? Halat, és ezt adta ki. Ez valami bogár beleragadva. Izzi, azt írja, hogy... Izzi, you found it. The matter around it seems unstable. Hát jó, tartsad akkor most meg. Van egy ilyenünk is. Csak valamire jó lesz. Nehogy leüssed. Ez nagyon ritkának tűnik nekem. Hát lógok a ágyon. Kim van a feneked meg a hátizsákod? Jó, és egyéb beljebb hoztad? Vagy eddig is ilyen volt? Eddig is ilyen volt. Oké. Répa. Mennyi idő, mire megcsinálja? 21 perc, Jesus! Ezt át kell írni. Na, gyere, próbáljunk aludni. Hát próbáljunk. Na, skipeli a night-ot. Mm-hmm. Hát. És telik is a idő? Berakta remélem ezt a dead screen-t, mint a meghaltunk ne volna. Nem gyorsult fel az idő. Nem. 18 perc. De még a víz sem készült el. Na srácok, amondó vagyok, hogy elérkeztünk az első epizód végére.
egészen más, és még sokat kell tanulnunk ebből az egész játékmódból, hogy mit, hogyan, meg merre, de majd kitapasztaljuk, és pont ettől lesz izgalmas, hogy még mi sem tudunk semmit, aztán egyre többet remélhetőleg fog tudni fejlődni, nem? De ágy szörnyeteg. De viszont szerintem egész sokat haladtunk. Igen. Van már kis veteményes, vízpurifier, grill. Na jó, hát akkor Q, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Nézőknek te pedig köszönjük szépen a figyelmet. Amennyiben tetszett nektek a Scrap Mechanic Raft, vagyis a Raft Mechanic, akkor nyomjatok a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel, és akkor majd találkozunk a következő videómban. Addig is, sziasztok! Sziasztok!